a kézikkel. Estét kívánok! Nagyon örülök, hogy itt lehetek köztetek. Hello. Igazából nem a személyes élményemet, nem a személyes sikeremként könyvelem el, hanem az összes állat és főleg az oroszlánok nevét mondhatom azt. Szevasztok! Igen, tökösök és nem tökösök. Szeressétek az oroszlánokat. Ott is a világpályán. Szóval, gondolom. Kisgyerekkorom óta, amikor még szopós, a jövösségem csücsét szopó. Már akkor szeretem az oroszlánokat. Aztán láttam egy lányt. De kicsavartam egy világkörtét, megmostam a kezemet, és rájöttem, hogy igazából én mostam kezeimet, elkezdek a oroszlánokkal foglalkozni. Az oroszlányok nagy, ilyen nagyok, amikor megszülettek, aztán úristen, annyira félnek tőlük az emberek. De mi lenne akkor, hogy az oroszlánokat megtanítottál egy dologra? Lefele veszik. Így tudnak remekülnek, így betoljnak, hogy ez hadd csináltad, így fogja csípni a fülöket, hogy mi voltak képesek. Először is arra gondoltam, hogy kicsit meglazítom, hogy visszamentem a gyerekkoromban, a hajat mostam rendszeresen, hogy a kezetes tanulból, igen, hogy milyen nyelven rázom ki a tudást a előre fele tekintettem, hogy semmi sem tovább bírtam, ijesztegettek, névtáncoltak az útba nekem, mindenféle gonoszok, de én azt mondtam nekik, hogy dá, vagy jól betojtok az én beszélő oroszlánról. Vér fog folyni, vér fog boxolhatunk, még több vér fog folyni, de akkor is megtanítom nektek előre, én tudtam,